Most már azt nagyjából tudjuk, hogy mi történt, az, hogy milyen következményei vannak, igazán még most sem, bár a legkülönfélébb statisztikák, felmérések, kutatások készültek azóta, hogy Csernobilban 30 évvel ezelőtt megtörtént az atomkatasztrófa, amely azóta is a legsúlyosabb, legalábbis itt Európában biztosan, mert ugye Japánban is történt nem olyan régen, talán még emlékeznek rá a fukushimai robbanás, aminek a következményeit szintén csak becsülgetni tudjuk, de még nem ismerjük. Nagy Gergely Miklós újságíró a vendége, a Magyar Narancstól. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én emlékszem arra, hogy hogy történt ez ugye a kommunikációban. Akkor én a Határőr újságnál teljesítettem sorkatonai szolgálatomat, és május 1-je után jött egy parancs, hogy van ez a dolog, de erről nem beszélünk, és minden tájékoztatás titkos. De közben mégiscsak nem csak az atomerőmű szivárgott, hanem az információk is. Mennyire tudták az akkori szovjet vezetők leplezni azt, hogy mi történt? Ennek a kérdésnek több szintje van, azt hiszem, mert nagyon sokáig ők se tudták pontosan, hogy mi történt. Tehát én azt gondolom, legalább 4-5 napnak kellett eltelnie, még az akkori Szovjetunió felső vezetése, beleértve Gorbacsovot is, körülbelül tisztában lett azzal, hogy mi is történt. Tehát nem azért nem beszéltek a május 1-i felvonulás és parádé előtt arról, hogy mi történt, mert nem akartak, hanem mert ők sem tudták? Egy ideig nem tudták, tehát ez több napig tartott, és utána pedig valóban az történt, hogy próbálták a dolgot jegelni. Azt azért érteni kell, hogy iszonyatos nyomás volt a Szovjetunión. Tehát a nyugat felől egy olyan kommunikációs offenzíva kezdődött, amit valahogy megpróbáltak kezelni, természetesen teljesen rosszul és minden szempontból hibásan. Nagyon-nagyon kis információkat csepegtettek a balesetről az akkori hivatalos szovjet televízióba, de hát aztán egyre több és egyre több dolog derült ki. Többek között azt gondolom, hogy ez az egész kommunikációs propagandagépezet és ennek a feloldódása is a Szovjetunió bukásához vezetett. Azt már nagyjából lehet sejteni, hogy nem építési hiba történt, hanem emberi mulasztás. Egy olyan kísérletet végeztek el az ott dolgozók éjszaka, amely kísérlethez a biztonsági előírásokat nem tartották be. Sőt, hogy fokozzuk, egyenesen ők kapcsolták ki azt a biztonsági rendszert abban a reaktorban, ami jelezte volna korábban, hogy itt olyan folyamatok történnek a reaktoron belül, ami előbb-utóbb veszélyes lesz. Tehát ők kapcsolták ki pontosan azért, mert ezt a tesztet úgy akarták lefolytatni, hogy ne akadályozza semmit. Tehát még a mából nézve is egészen megmagyarázhatatlan dolog volt. Azt is kell érteni, tehát az, hogy a csernobili katasztrófát 30 év után egy kicsit jobban megértsük, hogy ebben nagyon benne volt az akkori szovjet mentalitás. Tehát azt gondolták, hogy egy szovjet reaktor egész egyszerűen nem robbanhat fel. Ez teljesen komoly, tehát hogy nem fordult meg a fejükbe, hogy probléma lehet. Miközben egyébként egy biztonsági tesztet futtattak volna, tehát leveszik a reaktor teljesítményét 20-30%-ra, gyakorlatilag egy ilyen instabil határa. De hát ez lett túl instabil gyakorlatilag. Igen. Ugye ott 4 reaktor volt, ez a 4-esben történt. Igen, az 1-es-2-est utóbb, még annak az évnek a végén újraindították. Igen. Ezek a reaktorok milyen állapotban vannak ma? Ezeket 2000-ben állították le, tehát a csernobili atomerőmű teljes leállítása 2000-ben történt meg. Azóta ott nem folyik áramtermelés. Hogy milyen állapotban vannak, azt nem tudom, mert nyilván oda be nem lehetett menni. Én voltam nemrég Csernobilban, csak kívülről lehetett látni. Azt gondolom, hogy ott egy ilyen biztonsági felügyeleti rendszert alakítottak ki. Ugye épült egy új város a régiek helyére tulajdonképpen, vagy helyett. Van egy Pripyat, aminek látjuk a képeit, egy pusztuló romváros. Borzalmas képsorok egyébként, mert a gyerekjátékoktól kezdve a játszótéren ott lévő labdamaradványaig mindent ott hagytak.
ott van Csernobil maga a település, ahol az, a reaktor volt, hát az lényegét tekintve csak a reaktor. Ha az ember elmegy oda, igazán ma mit lát? Látja-e azt, amit az ember a természettel tesz, vagy voltak éppen csak a betontömböket? Azt tudni kell, hogy ha az ember elmegy Csernobilba, akkor több ellenőrzésen is átesik. Ez az egész csernobili terület, a zóna, ez két nagyobb területből áll, egy úgy 30 kilométeres körzetből, tehát ami mondjuk az erőműtől 30 kilométerre van. Ez egy úgynevezett puffer zóna, ahogy hívják, tehát egy nagyon nagy különbségek a külső zónához nincsenek a sugárzásban, és van egy úgynevezett 10 kilométeres zóna, na ott bent már nem lakik senki, oda tényleg csak az emberek bejárnak. Az, hogy a természettel mit tesz, igazából a természeten nem látszik semmit. Tehát a csernobili környéki erdők, folyók, állatvilág, az gazdag. Több kutatás is folyik jelenleg ott. Ugye az állatoknak, illetve a növényvilágnak ez azért jó, mert egy ember által teljesen elhagyott terület. És ezért ők folyamatosan visszatelepülnek, és tehát ott egy elég gazdag ilyen élővilág alakult ki. Mit tettünk az emberekkel? Ugye nagyon lassan kezdődött ott a kitelepítés. Igen. 36 órával később léptek a szovjet hatóságok igazából. Igen. Először, és aztán még napokon keresztül tartotta, még igazán bemerték ismerni a lakosságnak. Igen. Hogy az ottani életüknek vége. Igen. El kell költözni, és hát nagyon sok ember életének lett vége, hiszen olyan sugárfertőzést kapott, ami az élet lehetőségét vette el tőle. Erről is vita van, hogy 50-en haltak meg közvetlenül, vagy több százan haltak meg közvetlenül a sugárzás miatt, a sugárdózis miatt. Erről vannak megbízhatóbb adatok ma már? Hát erről pontos adat nincsen, óriási viták vannak. Ugye 52-re lehet tenni azoknak a számák, akik szinte biztosan az elhárítás, illetve a robbanás következtében haltak meg. És a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 4000-re teszi azoknak a számák, akik az ott kapott radioaktív sugárzás következménye évekkel vagy akár évtizedekkel később hunytak el. Tehát én azt gondolom, hogy most egy nemzetközi szinten ez a 4-5 ezerre szám, ami elfogadott, ennél természetesen vannak magasabb becslések, vannak azok olyan szervezetek, akik 100 000-re teszik a halálesetek számát, és ebbe beleszámolják azt a számot is, amit akkoriban tehát abortuszként végeztek el, hiszen akkor egy hatalmas abortusz folyamat indult el. A genetikai sérülésektől való rettegés okán. Igen, és nem csak Szovjetunióban, hanem Nyugat-Európában is. Tehát vannak olyan becslések, amelyek azt mondják, hogy a csernobili katasztrófa 40 ezer abortuszt okozott. Tehát én azt gondolom, hogy van ez a 4000-es szám, és van egy ilyen 100 000-es szám, és e között megy a vita, hogy most pontosan ezt eldönteni pontosan borzalmas nem lehet. Számok, akár így, akár úgy. Na, Magyarország. Ugye, mondom, én emlékszem arra, hogy hogyan kellett, vagy nem volt szabad kommunikálni erről. Az MTI kiadott közleményt, egyrészt ugye a szovjet hivatalos információra hivatkozva, másrészt azt elmondva, hiszen a második hullámban a Románia felől irányából érkező felhővel eső is jött, hogy hát lehetőleg most akkor jól megmosva fogyasszuk a gyümölcsöket, amiket leszedünk, és mosunk meg minden nagyot, amit a piacon is vásárolunk, és pont, ennyi volt. Tehát ennyit lehetett tudni a saját veszélyünkről. Volt nagyobb veszély? Magyarország az én tudomásom szerint viszonylag szerencsés volt a csernobili katasztrófa következtében. Tudnélik, az a légáramlat, ami magát a robbanást egy északnyugati irányba Fehér Oroszországon át, ugye Svédországig elvitte, Svédországba mérték először azt a megnövekedett sugárzást, ami miatt itt Európában is kitört a pánik, egyébként teljesen jogosan. Tehát a nagyon nagy dózist a légáramlat Észak-Nyugat-Európa felé vitte, és aztán egy másik áramlat Közép-Európa felé fújta, de igazából Németország és Ausztria kapott ebből, Magyarországnak az én tudomásom szerint igazából csak a nyugati része, tehát Magyarország igazából ebből a szempontból szerencsés volt.
Most egy szarkofágot kell építeni a megsérült négyes blokk fölé. Igen. Irgalmatlan pénzből. Ezt kifinanszírozza? Valami kimondhatatlan összegbe kerül, tehát több száz milliárdba. Ez 16 milliárd euró a tudomásom szerint. Egy tanulmányt olvastam erről. Hát igen, ez egy nemzetközi összefogásban készül. Ebbe belead az Európai Unió, belead Amerika, de olyan országok is beleadnak, mint például Japán vagy Kuvait. Tehát ez egy nagy nemzetközi összefogásban készül, és természetesen Ukrajna is szerepet vállal ebben. Egyébként ez az új szarkofág, vagy ez az új védősátor, ez már szinte majdnem készen van, én ezt láttam a saját szememmel. Erre ugye azért van szükség, mert a régi az... ugye azt nagyon gyorsan építették, nyilván nem a legjobb minőség, nem is ez volt a szempont, de az már valahol kiukadt, porzik, tehát azt mindenképpen le kellett cserélni. Ezt egyébként már tudták a 2000-es évek elején, és akkor kezdték el ezt fejleszteni. Csernobil ma veszélyes? Én azt tudom mondani, hogy ha az ember oda megy egy-két napra, úgy nem veszélyes. Egyébként pedig, akik ott dolgoznak, nekik be kell tartani egy szabályt. 15 napot lehet ott lenni a zónában, és utána 15 napig nem szabad a zóna közelébe tisztulni menni. Tisztulni kell. Így van. Tehát akik ott vannak, azoknak így kell élniük. Egyébként néhány százan, főleg idős emberek laknak ezekben az elhagyatott kis falvakban. Ilyen személlyel is találkoztam, ez nekem nagyon furcsa, mert ezek az emberek azt a esővizet isszák, olykor azzal öntöznek, ott csinálnak zöldséges kertet, tehát hogy pont azt a radioaktív sugárzást, ami belement a bioszférába, tulajdonképpen azt folyamatosan magukhoz veszik, de ők azt mondják, hogy ők még élnek, ők nem lettek betegek, és ha már itt születtek, itt akarnak meghalni. Ezek ilyen nagyon furcsa emberi ellentmondások. Egyéni döntések, ez joguk van. Igen. Nagy Gergely Miklós, köszönöm szépen. Köszönöm 30 szépen. Éve történt Csernobil, az atomkatasztrófa, erről beszéltünk. Nem sokára folytatjuk a Start Plusszal.